Úgy érzem, hogy az 60 percig a pályán az történt, amit szerettünk volna. Egy pontrugásból vezetést szereztünk, és egy gólos előnyünk volt. Utána pedig egy egyéni hibából az a legegyszerűbb volt, egy gólt egyenített. Ott pedig felborult a pálya egy picit, hiszen ott a játékosoknak már kívülről nem lehetett semmilyen szakmai segítséget nyújtani, mert ugye egyből kaptunk egy gólt 2-1. Mentek előre, tették a dolgukat, és a Lacival megbeszéltük, hogy tulajdonképpen a szívüket kirakták a pályára, küzdöttek, de játékban nem lehetett beszélni, és szinte semmiből rúgtunk egy gólt, ami feldobta a csapatot, és utána pedig horrorisztikus jelenetek zajlottak a pályán, hiszen bármelyik csapat bármikor gólt rúghatott volna, az Zalaegerszegnek is voltak lehetőségei, nekünk is voltak, ezeket a játékosok elhibáztak, és a végén az utolsó pillanatban a szerencse mellénk szegődött, és sikerült megnyerni a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt, plusz az is nagyon fontos, hogy a játékosok szemlélete, ahogy küzdöttek a pályán, ez az is kellett, hogy a jelenlegi tulajdonos a mérkőzés előtt bejött az öltözőbe, a játékosokat arról biztosította, hogy nyárig rendeződnek a dolgok, nyugodjon meg mindenki, és ebben a szellemben fogunk tovább menni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum volt, és ez mindenképpen kellett ahhoz, hogy a játékosok érezzék, hogy mögöttük vannak, rendeződnek a problémák, és csak a futballra kell majd koncentrálnunk. Hogy nehézségek vannak, vannak, de ha minden nap a negatívumokról beszélünk, és a hét nagyon fontos volt, hogy a felkészülés folyamán, hogy elmondtam neki, hogy ha mindig arról beszélünk, hogy a negatív dolgokról, akkor egymást lehúzzuk, és akkor abban nem lesz semmi. Legyen pozitív a gondolkodásuk, kelljenek úgy föl, hogy szép napuk lesz, csodás dolgok velük történni, és egy picit másképp gondolkodjanak. Tehát nem mindig azt mondjuk, hogy ez nem jó, akkor ez nem lesz jó. Talán ennek is köszönhető, hogy egy picit más szemlélettel jöttek ki a pályára. Minden dicséretem a játékosoké, hiszen az utolsó pillanatig tették a dolgukat, és ha egy picit szerencsével is, de sikerült megnyerni ezt a mérkőzést.